Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítsa el. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal. Kicsit se? Mi baj van a jelenlegi világgal? Nem jó felé megy. Tehát, mintha azt látni, hogy az emberek nem nagyon törődnének arra, avval, hogy hova tart a világ. Nem azt gondolják, hogy azzal megoldják a világ jövőjét, ha mondjuk, mit tudom én, gondolatban egyetértenek ezzel a globális felmelegedéssel, meg mit tudom én, meg az, hogy spóroljunk azzal, hogy tudom, elektromos autóval járunk, meg mit tudom én, mondjuk azzal megmentjük a bolygót, hogy mondjuk napelemeket felszerelünk a házakra, meg avval megmentjük a bolygót, hogyha mindenütt napelemek fogják termelni az áramot. Érted? De hát ez ilyen tök komolytalan. Tehát most gondoljátok végig, itt nem ezzel van probléma, hanem azzal van probléma, hogy az emberek elbutultak. És folyamatosan elbutulnak. Tehát egyre inkább a bejövő információkat nem tudják kezelni. Tehát a bejövő, tehát a hozzájuk beérkező információkat nem tudják kezelni. És az információkat félreértik. Illetve nem látják át, hogy azok közül melyik az igaz, meg melyik a hazugság. Tehát, mit tudom én, csak mondok példát, itt van a lakosság. A lakosság használ autót. Ugye a lakosság többsége a bolygón az benzines vagy gázolajos autót használ, bár Dél-Amerikában használnak alkoholos autót is, használnak gázos autót is különböző helyeken, de ugye az autók nagy része az mondjuk benzinnel, illetve gázolajjal működik. Na most, azoknak van egy légszennyezése, ami eltörpül mondjuk a repülőgépek szennyezéséhez képest, és a hajók szennyezéséhez képest. Tehát szó szerint eltörpül. Akkor nem beszélve a kamionokról, érted? Nem beszélve a vonatokról, ugye azok, amelyik még mai napig is nem árammal közlekednek, hanem bármi mással. Szóval, ha ezeket így összeadjuk, ugye a repülőket, a hajókat, a vonatokat, a kamionokat, akkor a lakosságnak a levegő szennyezése, amit a gépjárművekkel okoznak, ez ilyen töredéke. Tehát ilyen nagyon kis százaléka, ilyen pár százaléka. Még annyi sincs, még pár százalék sincs. Ilyen 1-2 százalék, érted? Ami a lakosság légszennyezése az autók révén. Most nem számoljuk a fűtést, mert ugye az megint egy más kérdés, de mondom az autók terén. Szóval lényeg az, hogy az emberek elhiszik, hogy ezzel, amit tudom én mondjuk annak az 1-2 százaléknak mondjuk a felére csökkentésével abban meg lehet menteni a bolygót, mikor mondjuk a 98 vagy 98,5 százalék vagy 99 százalék az nem törődik azzal, hogy ugye, hogy szennyez, mennyire van szennyezve a mondjuk a levegő. Jó? Tehát, és akkor mit tudom én, régebben ugye nem voltak szűrők az autóknál, se a benzinesnél, se a dízelnél. Az azt jelenti, hogy addig ilyen nagy kormokat pufogtak ki. A nagy kormokat kipufogtak, az leszállt, mert annak a levegőnél nagyobb volt jóval a fajsúly, és az kipufogta, az leszállt.
nem kaptak tőle allergiát az emberek. Most akkor kitalálták azt, hogy szűrjünk, szűrjünk, és ilyen mikron nagyságú korom részecskéket pöfögjünk ki a levegőbe, ami nem nehezebb a levegőnél, és nem száll le, hanem lebeg, érted? És az emberek beszívják. És akkor ezáltal allergiásak lesznek, érted? De mindegy, mert ugye úgyis az a cél, hogy lecsökkentsék az emberiség lélekszámát a töredékére, érted? Tehát úgyis az a cél, hogy pusztuljanak az emberek, úgyis az a cél, érted? És az emberek ezt nem látják át. Nem látják át, hogy átdobják őket a palánkon, érted? Szó szerint. Tehát úgy átvágják őket, hogy csak úgy csörren, érted? Szóval, hogy csak úgy nyekken, így van. Tehát nem látják ezt át, és azt gondolják emberek, hogy azzal, hogy mit tudom én, mondjuk villanyautóval jár, ő hozzájárul ahhoz, hogy a bolygó az jobb állapotba kerüljön. De hogy járulsz hozzá? Semmit nem járulsz hozzá. Hát a villanyáram nagy részét a Földön nem napelemekkel termelik ki. Tehát ha megnézed, mit tudom én, minden más olyan fajta villanyáram termelés, amit csinálnak, az mind szennyezi a környezetet. Szennyezik az atomerőművek a környezetet, mert hát hova teszik az atomhulladékot, érted? Gondold végig. Azzal van baj, hogy nem tudják elhelyezni az atomhulladékot. Akkor ott vannak a vízi erőművek, a vízi erőművekkel tönkreteszik a környezetet, szó szerint ott, ahol az erőmű van, ott szétrombolják az egész környezetet úgy, ahogy van. Akkor ugye a szénerőművek füstölnek, a gázerőművek sokkal kevésbé füstölnek, de valamennyire azok is szennyezik a levegőt. Szóval megnézzük, ezek az eljárások, ezek nem megoldások, amit amilyen villany, nem csinálják a villanyt mondjuk szélerőművekkel, ugye kitalálták, vagy csinálják a villanyt mondjuk naperőművekkel. Igen ám, de ezeknek az előállítása brutál, energiaigényes, ráadásul nem csak energiaigényes, hanem környezetszennyező az előállításuk, főleg a napelemekre. Szóval most már kitalálták azt, hogy gondoljátok végig, hogy akik napelemet igényelnek bizonyos idő óta, illetve hát ugye napelemet akarnak csináltatni, akkor azok vegyenek akkumulátort. Hát az akkumulátorok előállítása az brutál környezetszennyező, érted? És akkor tudom én, vegyen akkor mindenki akkumulátort, és tárolja magának az áramot. De ez van, már Magyarországon nem tudsz úgy napelemre, tehát csak fusiba tudod azt megcsinálni, de tehát azt nem tudod megcsinálni, tehát rendesen úgy, hogy visszatermelj a hálózatra, nem, neked el kell tárolni. Érted? Tárol, de nem tudsz visszatermelni. Akik régebben csatlakoztak, azok még vissza tudnak termelni. De akik most csatlakoznak, újonnan, azok nem tudnak visszatermelni, azoknak tárolni kell akkumulátorokba. Ami azt jelenti, hogy körülbelül duplájára megemelkedett azáltal a napelemeknek a telepítése, mert hát körülbelül ugyanannyi az akkumulátoroknak az ára, mint a komplett napelemek elkészítése. Érted? Szóval brutál, ami van a világban, és az emberek ezt nem látják át. Nem látják itt. Az a baj, hogy annyira, most gondold végig, itt van az életünkben 10 terület. Nézzük ezt a 10 területet. Itt van ez a 10 terület. Tehát hallottunk egy nagyon jó viccet. Tehát nem tudom, hogy ez vicce vagy nem, hogy
hogy ugye időskorban az embereknek az a fontos, hogy szépek legyenek. Tehát időskorban nem szépnek kell lenni, szépnek kell kinézni, hanem boldognak. Érted? Tehát mindenki arra törekszik, hogy időskorban szép legyen, nem arra törekszik, hogy időskorban boldog legyen. Nem érdekes? Hát ez nem elmebetegség, gondold végig. Ez nem a tudatlanság csúcsa, hogy szépek akarnak lenni, és közben így áll a szájuk, hogy akar, érted? Gondold végig. Hát attól nem lesznek boldogok, hogy mit tudom én, mondjuk 70 évesen, 50 évesnek néz ki. Érted? Nem arra kellene törekedni, hogy az ember fiatalodjon, tehát nem fiatalnak kell kinézni idősnek, meg bármikor, hanem boldognak, érted? A fiatal az fiatalnak néz ki, ahogy idősödik az ember, boldognak kéne lenni. Miért? Ha mitől tud az ember boldog lenni? Ha nem attól vagyunk boldogok, hogy mit tudom én, telepumpálja valaki magát botoxal, vagy pumpáltatja. Érted? Ha nem attól lesz boldog, hanem attól, hogy van elég esze. Érted? Ezeken a területeken. És amiről beszéltem az előbb, az a környezetünk, érted? Az a környezetünk. Mert a bolygó az a környezetünk. Nem csak az a környezet, ahol élsz, hanem az egész bolygó a környezet. Oké? Okay. Na most gondold végig. Van mondjuk egy kontinens, mondjuk Európa. Mi olyan dolgot kellene neked venni, amit Európában nem tudnak megtermelni? Kávé. Kávé? Miért létszükséglet a kávé? Nehogy már létszükséglet legyen a kávé. Nehogy már. Mi olyan dolog van, amit mondjuk itt Európában ne lehetne megtermelni, amire szükséged van, bármilyen termékre gondolj. Lehet az műszaki, vagy élelmiszer, vagy bármi. Mi lehet olyan? Semmi nincs olyan, amit itt ne tudnánk megtermelni. Amire nekünk szükségünk van, európai embereknek, azt meg tudjuk termelni. Vagy meg tudnánk termelni, nem? Oké, akkor kérdezem, minek repülőgéppel, akkor hajókkal szállítani ide-oda a termékeket? Keresztbe kasul, minek? Azért, mert a hülye emberek elhiszik, hogy kell. Világos ez? Azért. És miért? Mert azok szennyezik a bolygót igazán, és nem az autó. Mert a hülye embereknek kellenek olyan dolgok is, ami lehetőleg minél messzebbről származik, nem innen a közelről. Érted? Hadd szállítgassanak, hadd szennyezzék a levegőt. Vagy nem így van, rosszul látom? Jó. Oké, csak egyetlen egy dologról beszéltem, és ez a környezetünk. Érted? Környezetünk. Miért? Hogy a manóba lett abból a pár emberből 8 milliárd? A, mit tudom én, a 4,5 ezer év alatt. Hogy? Ha akkor is lett volna repülő, meg akkor is lett volna hajó. Érted? De nem volt. És mégis lettünk, amennyien vagyunk. Mégis felgyarapodott az emberiség arról a pár emberről 8 milliárdra, hogy nem volt óriási nemzetközi kereskedelem. Világos ez? És mióta van ez a ménkű nagy kereskedelem? A múlt század óta. Oké? Okay. Előtte is volt kereskedés, már ugye az 1500 és évek óta, de most hű, megismertük a kávét. Ki nem szarja le? Érted? Képzeld el, előtte éltek,
4000 éven keresztül kávé nélkül az európaiak. Ás, és akkor mi van? Itt a helyette teát, ami sokkal egészségesebb, mint a kávé. Csak úgy mellesleg. Oké? Ha már így föl lett hozva a kávé kérdés. Jó? Ugye a teának nincs ilyen brutál, hirtelen hatása, ami nagy mértékben megdobogtatja a szívet, hanem hosszabban elhúzódó élénkítő hatása van. Persze, hosszabban elhúzódó élénkítő hatása van. És a teák miatt, tehát a rendes tea miatt az emberek nem szoktak szívinfarktust kapni. De a kávétól simán lehet szívinfarktust kapni. Simán. Meg agyvérzést, mert megnöveli a vérnyomást. Érted? Jó? Csak úgy. De miről szól a történet? Arról szól, hogy eladják a terméküket, nem annyit, amennyi a kontinensnek szüksége van rá, hanem annál sokkal többre. Érted? Tehát sokkal több profitot akarnak belőle kihozni, mint hogy a saját kontinensüket ellássák. De azt nem tudja senki se, hogy azok az élelmiszerek, amik távolról vannak hozva, az nem hasznos a szervezetedre, nem káros. Érted? Ami egy másik kontinensről származik, az nem hasznára van a szervezetednek, hanem a kárára van. Ez bezzeg nem tudja senki. Jó? Hogy minél közelebbről kellene az élelmiszereket fogyasztani. Jó, és akkor megetetik az embereket azzal, hogy mennyire nagy szükség van erre a világkereskedelemre. Minek? Minek? Tehát mondják azt, hogy ó, hát mennyivel nagyobb a légszennyezés, meg mennyivel több fát vágtak ki, de hát miért vágnak ki több fát? Hát azért, hogy eladják valahol valamit, azt, amit annak a helyébe akarnak termelni, érted? Azért, hogy még több nyereséget csináljanak, még több profitot csináljanak. Tehát gyakorlatilag a kontinensek régen ellátták magukat. Afrika is, minden kontinens el tudja magát látni. Minden kontinens. Afrika is, mert annak van olyan része, ahol lehet termelni mindent. Meg akkor egy kicsit jobban rákényszerülnének arra, hogy jobban kihasználják a lehetőségeket. Jó, mert eredendően Afrikának olyan volt az éghajlata, mint Dél-Amerikának. Eredendően. Maradjunk ennyibe. Jó? Csak tönkretették, és lett belőle sivatag. Mondjuk atomrobbanással lett tönkretéve még annó annak idején, de az egy dolog, nem kell ezt elhinni. Te azt hiszel, amit akarsz. Jó, maradjunk ennyibe. És akkor ugye, hú, mi vagyunk a nagy fejlett emberek, most már tudunk atomrobbantást csinálni. Mi is egy 70 éve. És akkor hogy a Manóba robbantottak évezredekkel ezelőtt? A kik? Jó? És akkor mi vagyunk az egyetlenek a világegyetemben, az a hülye, aki ezt elhiszi. Sőt, inkább azt mondanám, hogy barom. Jó? No, szóval, gondold végig, itt van 10 terület. Ha ezzel a 10 területtel minél jobban boldogulsz, annál boldogabb vagy. Oké, boldogulni kellene ezekkel a területekkel. És van egy szervezet, a miénk, ahol ezekhez a területekhez a teljes tudást meg tudod kapni. Ezeken a területeken eddig bármilyen kérdést tettek föl nekem az elmúlt 14 évben, nem maradt válasz nélkül a kérdés. Méghozzá helyes válasz nélkül. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy keres még egy olyan szervezetet, amely ezen a 14 területen mindre tud megoldást adni. Nem találsz. Egy van a bolygón, ezt úgy hívják, hogy PPA, Nyílt Akadémia. Oké? Maradjunk ennyibe.
És miért kellene? Tehát még egyszer, ha te nem leszel boldog, azt csinálnak veled, amit akarsz. Az emberi elme úgy működik, hogy vagy jó állapotban, jó hangulatban van az ember, és akkor nem manipulálható, minél rosszabb állapotban van egy ember, annál könnyebben manipulálható. Gyakorlatilag minél rosszabb hangulatú egy ember, annál tehát annál könnyebb manipulálni, és annál könnyebb azt csinálnak vele, amit akarnak. Világos voltam? Tehát akkor mi lehetne a cél? Az kellene a célnak lenni, hogy minél több tudásod van, minden területen annál jobban boldogulsz, minél jobban boldogulsz, annál boldogabb leszel. Ilyen egyszerű. Jó? És minél boldogabb vagy, annál tudatosabb vagy, és annál kevésbé vagy befolyásolható. Világos ez? De a boldogság nem egyenlő szerelem, mint a sok hülye ember mind úgy akar boldog lenni, érted, hogy hát már meguntam a párom, keresek egy szerelmet. Érted, mint a kutya, komolyan. Rájön a bagzás, és akkor bagzani kell, érted? Mert a szuka az tüzel, érted? Na, hát az ember az nem tüzel. A hölgyek azok menstruálnak. Nem tüzelnek. Tehát elmúlt az az időszak, mikor a nők tüzeltek. Volt ilyen. Tényleg volt. A hölgyek tüzeltek régen. Nagyon régen. Nem mostanában. Jó? Amikor a holdat idehozták, onnantól lett a menstruáció. Addig tüzelés volt. Tényleg. Jó? És akkor ezt nem hiszed el, hogy a holdat idehozták, akkor hallgass meg. Nézzél meg egy pár videómat, és akkor rájössz arra, hogy a holdat idehozták. Jó? Jó? Tehát ez egy mesterséges égi test, teljes egészében. És nem is régi előadásban beszéltem arról, hogy milyen furcsaságok vannak ugye azzal kapcsolatban, hogy mi a természetes, meg mi a mesterséges. No, szóval. Itt van 10 terület, ezekre a területekre nyújtunk tudást, nézzük meg, hogy milyen céllal, jó? Na, igen. Jó, ez előtte volt. Ez nem az. Mert nézzük ezt, ha már itt ez van előttem. Tehát kapsz egy kódszakmát, amellyel kioszhatod az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Ettől a tudástól magadból is természetesen. Megtanulhatod a problémáidat, megoldani, megelőzni, hogy egyre boldogabban élhess az életedet. Megtanulhatod az energiák működését, tovább a használatát is, és így te magad szellemiségé válva tudatosan alakíthatod az életedet. Egy olyan etikus, tudatos közösség tagja lehetsz, amely jobbá teszi az embereket, és ezáltal egy jobb emberiséget alakítunk ki. Elsajátíthatod azokat az ismereteket és képességeket, amelyek által képes leszel sokkal jobban bánni önmagaddal, másokkal, így sikeresebbé válsz az életed minden területén, példakép lehetsz mások számára. Hosszú távon biztosítjuk számodra azt, hogy tartozhass egy nagymúltú és hatalmas ember és életjobbító, világmegváltó, célokkal rendelkező egyedülálló közösséghez. Nálunk a tanulói csapat szervezésben résztvevőként egy olyan kiegészítő vagy főtevékenységre is találhatsz, amely által a legetikusabban hozhatsz létre passzív jövedelmet és szabad boldog életet. Sikeres ember lehetsz, lehetőséget kapsz folyamatos karrier építésére, az egyre magasabb és magasabb vezetői, illetve igazgatói szintekre jutva. Jó, tehát ezt nyújtjuk.
Van nekünk egy küldetésünk, nézzük meg, hogy hol a küldetésünk. Mit teszünk? Na, miért teszünk? Azt mondja. Tehát eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésért. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Mit jelent a jobb világgal? Az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhessenek. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Jó. Ez is. Jó. Menjünk akkor hátrébb. Tehát megmentjük az emberiséget. Kiválasztottak erre a feladatra minket. Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Mi pippiások egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult, a határokon átívelő, a világunkat jobbá tevő társadalomfejlesztési programunk van, ami szabad, boldog életet eredményez azok számára, akik tevékenységként is tekintenek rá. Mi PPA-sok hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. Jó. Erről beszéltem. Tehát nyújtunk összefoglalva problémák megelőzésére, boldog élet elérése, passzív jövedelem, saját vállalkozás, több szabadidő, gyors karrier, szabad élet, új kapcsolatok, mások segítése, anyagi függetlenség, jövedelem kiegészítés, gondoskodás az utódokról, szeretetkor bevezetés a bolygón. Ha nem lesz szeretetkor a bolygón, törlik az emberiséget 2035-re. Oké. Okay. 2012 év végén volt ez a terv, hogy törlik az emberiséget, örülj, hogy nem tették, mert sokan jó ember. Csak a jó emberek alszanak, csicsikálnak. Oké. Okay. Mert elaltatják őket. Szó szerint. Elaltatják a sok baromsággal a hatalom, a média segítségével természetesen. Elaltatják az embereket. Nekünk van egy ébresztő feladatunk is természetesen. Ugye tudnod kellene, hogy nem véletlenül vagy, hogy minden akkor történik, amikor történnie kell, és tudod, hogy ha valami történik veled, az nem véletlenül történik, veled akkor, amikor történik, tehát nem később vagy előbb. Tudod, hogy azért itt vagy itt, mert fényküldött, illetve fényküldött mi voltodra, fényküldött vagy, illetve hogy a fényküldött mi voltodra ráébredj. Nézzük meg, hogy ki az, hogy fényküldött, tehát, és mi a dolga. Fényküldöttek azok, akik születésük előtt önként vállalták, tehát leszületésük előtt. Jó? Önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből és a következményeiből. Minden fényküldött egy isteni szent feladattal érkezett. Céljuk a földi emberek gyógyítása és tanítása. A fényküldöttek egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedés, segítenek akarást a bolygó és azon élő minden élőlény testi, lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább csoportot alakítanak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül mindenki megtalálja maga helyét. Itt ne szektársadásra gondolj, szó sincs erről. Ha egy fényküldő csoport munkájában valaki részt akar venni, az kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi.
az élet minden terén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és a közös munkálkodása a jövőért és a felemelkedésért. Mit jelent a felemelkedés? Nézzük csak. Itt van a felemelkedés. A felemelkedés a hetedik lelki szint elérésekor tud megtörténni. Az a beteljesülés szintje. A beteljesülés azt jelenti, hogy az egyén beteljesíti a küldetését, amiért itt van. És ugye nagyon sok ember sajnos a föld történetében itt az elmúlt évszázadokban nem érte el a beteljesülés lelki szintjét. Ezáltal itt rekedt reinkarnációs körforgásba. Tehát ha valaki nem teljesíti be a küldetését, az itt reked. És a következő életében az elkövetett hibáknak a kijavítására lehetőséget kap. Ugyan tudjuk jól, hogy minden probléma, amit kaptál az életedben, az az elkövetett hibák kijavításának lehetőségére kaptad. Ezt azért lehet, hogy érdemes lenne felírni, nem? Tehát minden problémát, amit az életedben kaptál, az azt az elkövetett hibák kijavítására kaptad. Jó? Kezdetben ugye ez úgy működött, hogy az előző élet hibáinak kijavítására kaptad, de amikor elkezdtél ebben az életedben hibákat létrehozni, akkor természetesen elkezdtél kapni problémákat arra, hogy azokat, amit te hoztál létre, azokat kijavítsd. Jó? Nem hiszed, kit érdekel, hogy mit hiszel? Ennyi. Ez pedig így van. Jó? Az a te személyes szociális problémát, hogy mit hiszel, vagy mit nem. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát, hogyha te szívesen akarsz egyre nehezebb életben reinkarnálódni, akkor rossz a rajta, semmi gond nincs ezzel. Sőt, ha azt is akarod, hogy ebben az életben egyre szarabbul élj, rossz a rajta, hajrá, csináld. Oké? Jó? Minél tudatlanabb leszel, minél hülyébb leszel, annál több problémád lesz. Semmi gond nincs ezzel. Jó? És annál többet fogsz szenvedni. Maradjunk ennyibe. Jó? Úgyhogy nagyon egyszerű a dolog. Sehol nem kapod meg, hogy a lelki szinteken fölfelé menjél. Legfeljebb egy kolostorba bevonulsz. Jó? Talán. Talán ott. Jó? Csak keresd meg azt a kolostort, ami arra törekszik, hogy a te ne inkarnálódj tovább. Jó? Jó keresést. Úgyhogy itt részletesen le van írva egyébként a különböző lelki szintek, és minden úgy van kidolgozva nálunk, hogy ezeken a szinteken szépen tudjanak az emberek felfelé haladni. Egy dolgot mutatok csak meg, az emberek többsége az egyes, kettes lelki szinten van, méghozzá az emberiség nagy része. És az bizony nem ad boldogságot. Jó? Tehát ott kezdődik a lelki fejlődés, hogy az ember tartozik valamilyen olyan pozitív közösséghez, amely elősegíti az ő lelki fejlődését. Jó? Amely közösség nem segíti elő a lelki fejlődését, ott max megreked az illető a harmadik, a valahova tartozás lelki szintjén. És az illető inkarnálódhat újra. Még akkor is inkarnálódhat az ember újra, ha csak a hatodik lelki szintet érje. Jó? Tehát a cél az a hetedik lelki szint, de tömegesen az emberek úgy tudják elérni a hetedik lelki szintet, hogyha létrehozzuk előtt az aranykort. Ha nem jön létre az aranykor, akkor nagyon kevesek tudják elérni a beteljesülés szintjét. Jó? Maradjunk ennyiben. Tehát ez a probléma ezzel kapcsolatban. Ha nincs aranykor, nincs szeretetkor, ugye az aranykor az a szeretetkor, ha nincs szeretetkor, akkor
tömeges beteljesülés elérése sincs. Jó? Tehát azért kell az aranykor, hogy az emberek a küldetésüket elérhessék. Jó? Tehát az a beteljesülés, hogy elérted a küldetésedet. Hogy mi a küldetésed? Bárkinek meg lehet mondani 5 perc alatt. Jó? Bárkinek. Azok, akik itt tanulnak, és már ezt tanulták, azok mondjuk 5, max. 10 perc alatt részletesen el tudják mondani, hogy kinek mi a küldetése. Jó? No, ennyi fér bele a mai napba. Itt az első részbe. Annyit azért még itt mondanék a végén. Jó? Hogy van 30 óra képzés havonta. Minden szerdán is vasárnap. Igénybe lehet venni helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül. Jövő vasárnap nem Budapesten leszek, hanem Porcsalmán leszek. Jó? És onnan lesz az élő közvetítés. Egy hét múlva. Tehát az azt jelenti, hogy 30-án, ha jól emlékszem. 30-án. Jó? Igen, mert ma van 23, akkor 30-án. Tehát 30-án, egy hét múlva, tehát június 30-án Porcsalmán leszek, és ott kell keresni. De le lesz majd írva, hogy hol. Lesz helyileg. Azt mondták, hogy ugyanott, ahol egy éve. Jó, és akkor majd ez le lesz az értesítésekbe írva. Illetve szerdán majd beszélek róla. A coachképzéseink piaci értéke havonta 200 ezer forint. Jó? Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulásig tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem a második hónaptól még kedvező áron 12.500 forintos havi díjat kalkuláltunk ki neked. És azt is vállaljuk, hogy fenntartjuk ezt a havi 12.500 forintos tandíj fizetési árat természetesen, addig, míg ez a 19.700, illetve a 12.500 forintos akciós ár fennáll. Jó? Ami azt jelenti, hogy mindig lesz akció, csak lehet, hogy nem ekkora. Jó? 25 témában, illetve 26 témában van coachképzésünk. Föl tudnám sorolni, de már nem fogom. Jó? Tehát lényeg az, hogy keress egy olyan PPH-st, aki tanul, és számodra szimpatikus. Intézd el vele a tandíjadat, hogy beérkezzel hozzánk, és elkezdheted a tanulásodat. Nekünk nem számít, hogy gyár van, mindig megy szerdán és vasárnap. Nincs nyári szünet, nincs téli szünet. Megy szerdától. Szerdán és vasárnap. Ugye szerdánként. 18 órai kezdéssel. Vasárnaponként pedig. Fél ötös kezdéssel délután. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk most 30 perces szünetet, utána pedig egészségteremtő coachképzésünk folytatása következik, amiben bele tudsz csatlakozni, visszamenőleg is megvehetsz képzéseket. Jó? Tehát nem találsz még egy olyan szervezetet, amely a teljes élet és emberismeretre ad megfizethető áron képzéseket. Jó? És nem csak képzést tudsz kapni, hanem el tudod azt érni, hogy ténylegesen fejlődhess az életedben.
erre is ki van dolgozva a lehetőség. Köszönöm a figyelmeteket, 30 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok!